Sziasztok, köszöntelek benneteket Blondi konyhájában. Ma egy kevésbé szokványos vagy megszokott videóval készülök nektek, méghozzá húsvéti ünnepekre fókuszálok, és ebben a videóban különféle krémeket fogok nektek elkészíteni, amivel akár a főtt tojást be lehet tölteni, akár jó kis sonkatekercseket elő lehet állítani, illetve önmagában pirítóssal is lehet őket fogyasztani. És akkor mindenki el tudja dönteni, hogy neki melyik a szimpatikus, melyiket próbálná ki. Amit fogok nektek készíteni, az tojáskrém, tormáskrém, túróskrém, sajtoskrém, és akkor ezeket fogjuk egy kicsit megbolondítani ezzel-azzal. Mutatom is neked, amiket felhasználok hozzá. Mértékegységet itt most direkt nem fogok megadni, mert csak tényleg bemutatom, hogy hogyan lehet összeállítani, aztán a ti ízvilágotoknak megfelelően majd használjátok a mennyiséget. Ez egy ecetes torma, én a csemege változatát vásároltam meg. Ebben a tálban látsz egy 12%-os tejföld. Itt egy Philadelphia Light krém sajtot látsz, majonézt, aprított friss kaprot, főtt tojásokat, habfixálót, itt egy friss, sós sajtot látsz, mustárt, itt ebben a tálban van a krémtúró, ez egy fűszeres, zöldfűszeres, tubusos sajt, natúrjoghurt, aprított lilahagyma, itt van egy kevéske habtejszín, aprított csemegeuborka, só, fekete bors, illetve fokhagymasó, valamint egy kevés fehér őrölt bors, és ezekkel az alapanyagokkal fogok majd dolgozni, ebből jönnek majd össze a jó kis krémek. Kettő krémbe fogok tenni felvert tejszínt, a sajtkrémes megoldást, illetve a tormakrémes megoldást fogom ezzel a habtejszínnel egy picit feldobni, úgyhogy ezt kemény habbá kell verni, ehhez fogok használni egy fél csomagnyi habfixálót. A habfixálót belerakom, és fél csomagot használok fel ehhez a mennyiségű tejszínhez. Láthatod is, ez tökéletesen megfelelő ahhoz, hogy a krémeket elkészítsük. Egy kis tálba fogok tenni tejfölt a Philadelphia krém sajtból. Az ecetes tormából is teszünk bele. Kevés mustát. Majonézt. A felvert habból. Valamint a főtt tojásnak a sárgájából is teszünk hozzá. Ez egy tojásnak a sárgája része, ez a picike kis mennyiséghez. Mehet bele egy kevés só, őrölt bors, és ezt az egészet alaposan dolgozzuk össze. És ezt a tormakrémet jó kis aprított csemegeuborkával lehet megbolondítani, és lehet is akár habzsákba töltve mondjuk a sonkatekercseket elkészíteni. Fogod a sonkát, egy jobb minőségű prágai sonkáról beszélek, vagy legalábbis ami neked a megfelelő ízlésvilágodnak, de lényeg az, hogy ne a gagyi változatát használd, és gyakorlatilag ezzel a krémmel betöltöd, feltekered, a végét pedig akár lehet még a maradék krémmel megkenni, és egy kis reszelt sajtot rászórni.
és akkor azzal már el is készültek a jó kis sonkatekercsek. Egyelőre ezt berakom a hűtőbe, amíg a többi krémet elkészítem nektek. Jöhet a sajtkrémes megoldás, ehhez pedig natúrjoghurtot használunk. Beletesszünk ebből a zöld fűszeres sajtkrémből. Egy cseppnyi mustárt is teszünk bele. Szintén a felvert habból mehet bele egy jó másfél kanálnyi. Egy kevés só. Egy kevés fokhagymagranulátum. Valamint aprítva a tojásfehérje is mehet bele. Ezt is alaposan keverjük el. És ezt az egyszerű sajtos alapkrémet még lehet megbolondítani különféle hagymákkal, esetleg új hagymával, jól illik hozzá a snidling is, vagy ha valaki nagyon oda van a húsér, akkor mondjuk aprított, füstölt sonkát lehet még belekeverni. Úgyhogy ez is egy tökéletes, roppant egyszerű recept. Szintén betölthető vele a sonkatekercs, illetve még a tojásokat is be lehet beletölteni. Következő krémünk a túrós krém lesz. A túrós krémhez én most tehén túrót használok, krémes állagút, ezt a zsírszegényebb változatot, természetesen jó túróval is dolgozhatsz. Megy bele ez a jó kis friss sajt, az lényeges, hogy sós legyen, mert ugye én most a jó túrót azt ezzel váltom ki. Adjunk hozzá tejfölt, mehet hozzá a jó kis aprított friss kapor, aprított lilahagyma, egy kevés fehér bor sörölve, és a sóval itt csinyán bánjunk, mert a sajttól függ, hogy mennyit fogunk hozzárakni. Inkább majd csak a végén adjuk hozzá, ezt keverjük, jó lesz. Ilyenkor lehet sózni, illetve hogyha neked még valami plusz kellhet bele, akkor még azt nyugodtan hozzá lehet ilyenkor rakni. Ezt még jól elkeverem, és már is kész a jó kis kapros túrós krémünk. Ez inkább azoknak kedvez, ez a változata a krémeknek, aki egy kicsit így lájtosabbat szeretne magának. Kevésbé zsíros krém megoldás. Úgyhogy ez is mehet be a hűtőbe. És akkor jöjjön a tojás krémünk. Tojás sárgákat ide bele fogom dobálni ebbe a tálba. Itt szintén aprítani fogom a fehérje részét. Őrölt borsot adok hozzá. Egy kevés sót. Egy kevés mustárt. Mehet hozzá a majonézből is. A krémsajtból. Illetve a tejfölből. Ezt megint csak jó alaposan elkeverjük.
Érdemes egy kézi habverőt ilyenkor bevetni. Ha túl sűrűnek ítéled meg az állagát, akkor nyugodtan tehetsz még bele tejföld, illetve hát nyilván kóstold, és akkor fűszerezd, ahogy szeretnéd. Ezt is lehet a habbal, a felvert habbal könnyíteni, de nem jellemző. És akkor te döntöd el, hogy raksz bele tojást, például tojásfehérjét, vagy fölvágsz egy-két tojást, és úgy, ahogy van, az egészet belekevered aprítva, vagy teszel bele lirahagymát is, valaki még a földburgonyát is szokta belerakni, és akkor mehet akár a aprított friss petrezselyem zöld is bele. Ez már tényleg rád van bízva, hogy mivel kombinálod. Én most a lirahagymát fogom eszközölni, valamint a tojásfehérjét. És így fogom összekeverni. És akkor ezzel is meg vagyunk. Mindegyik krémnek érdemes legalább egy 20-30 percet állni a hűtőben, akkor utána lehet velük tovább dolgozni, vagy egyből fogyasztani. Ezeket a krémeket pikpak össze lehet állítani, és szerintem jól kombinálható a saját ízlésvilágodnak megfelelően, de hogyha így készíted el, ahogy én mutatom, úgyis egy nagyon kellemes ízvilágú krémeket fogsz tudni kapni. Itt rögtön a tormás, csemegeuborkás krém, utána a tojáskrémet, látod a kapros, túrós krémet, illetve a sajtos krémet. És én tényleg nagyon kevés mennyiséggel dolgoztam, csak azért, hogy bemutassam nektek a variációkat, és még így is, hogyha egy húsvéti alkalomattán vendégeket várnék, bőségesen ki tudnék ezzel szolgálni 6 személyt. Tökéletes megoldás, és nem csak kenyérre, pirítósra, hanem akár tojást megtöltve vele, vagy pedig sonkát betekerve ezekkel a krémekkel garantáltan jó vendégváró falatokat fogsz tudni összehozni. Köszönöm, hogy itt voltál, köszönöm, ha követed a csatornámat, ha feliratkozol, illetve a Facebook oldalamat is, ha lájkolod. Legyen szép napotok, hamarosan jövök újabb videókkal, sziasztok!